Három csapat várta 6 ponttal a harmadik fordulót, amely után közülük már csak 2 rendelkezik 100%-os mérleggel. A Nyírgyulaj Domrádon győzött 2-1-re, a Sínyi a Nagyhalásznál bizonyult jobbnak 1-0-ra, a Balkány viszont 2-2-es döntetlent játszott Baktalóránt házán. A Tarpa-Fehérgyarmat és a Tiszavasvári Vásárosnamény mérkőzés egyaránt 3-2-es hazai sikerrel zárult. A Mándok 5-0-ra kiütötte a Máté Szalkát, a Nagyecsed 1-0-ra nyert a Tuzsér ellen, a Kótai Rakamasz találkozó pedig gól nélküli döntetlennel zárult. A tabella élén a 9 pontos Nyírgyulaj áll, megelőzve a szintén 9 pontos Sényőt. Őket követi a 7 pontos Balkány és az egyaránt 6 pontos Mándok, illetve Tarpa. A tabellát, amíg pont nélküli, Domrád és Tuzsér zárja. A negyedik forduló párosítása a következő: Mándok, Nagyecsed, Máté Szalka, Kótai, Nyírgyulaj, Tarpa, Vásárosnamény, Baktalórendháza, Rakamasz, Domrád, Fehérgyarmat, Tiszavasvári, Balkány, Sényő és Nagyhalász, Tuzsér.